váltófutásban is megmérettették magukat a gyerekek a kölyökből atléta programon, amit a szekszárdi atlétika pályán rendeztek meg. De nem csak ebben a szakágban próbálhatták ki magukat a gyerekek. Távolugrás, kislabdadobás, rúdugrás is szerepelt a feladatok között. Az eseményre a régió számos iskolájából érkeztek diákok, hogy összemérjék tudásukat a különböző szakágokban. Én 10 éves vagyok, 4. osztályos, másodikba kezdtem el atlétikára járni. Az ugrás hát nagyon jó, és nagyon lehet ugrani, futás, meg szeretek futni. A dombóvári csapat 27 diákkal érkezett a szekszárdi programra, a gyerekek rendszeresen atletizálnak az egyesület keretein belül. Van, aki mást is sportol, úszik, de ez teljesen természetes ebbe a korosztályba, hogy még több sportágat kipróbálnak. Viszont vannak olyanok, akik már 4-5 éve velünk vannak, és már itt rutinos versenyzőnek mondhatók. Szeretjük az atlétikát, azért jöttünk, meg ez a sportágunk, és szeretnénk minél jobban szerepelni, egy kicsit Dombóvár nevét öregbíteni itt az atlétika terén. A kölyökből atléta program célja, hogy megismertessék a gyerekekkel a sportnak az élményét, hogy megszeretessék velük a mozgást. Kifejezetten atlétika specifikus gyakorlatokat végzünk, illetve valamilyen szinten a gimnasztikával kapcsolatos gyakorlatokat is, hiszen ha megnézzük a rúdugrást, akkor ott ugye fontosak ezek az elemek. Igazából a foglalkozásokon játékosan megtanulnak futni, dobni, ugrani, és így ezeket így összekombináljuk. Regionális ez a verseny, ezután lesz majd az országos döntő a gyermekek számára, és igazából van egy ilyen kölyök atléta felületünk, ahol értesítettük a csoportokat, akik pedig nincsenek benne ebben a rendszerben, nekik pedig e-mailben küldtük ki a tájékoztatást, hogy részt tudnak venni ezen az eseményen. Van egy U10 és egy U12-es korosztály, ugye az U10-esek zöme 7-8-9 éves, az U12-esek pedig 10-11 évesek. Az eseményre Kaposvárról, Dombóvárról, Szekszárd számos iskolájából és Kalocsáról is érkeztek diákok.